Nem lenne most elrontanunk ezt a csoporttársaséget, amit most meg tudtunk szerezni, így ahogy mondtad, egy nagyon izzasztó és nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Szerintem az azért lelkileg is sokat kivett belőlünk, de nagyon jó, nagyon örültünk neki, hogy onnan haza tudtuk hozni a pontokat. És hát ugye a Budućnost egy rendkívül erős csapat szintén, aki a csoportunkban van, és hát ugye ott idegenben azért minden csapat meg szokott szenvedni, hiszen a komplett montenegrói válogatott szinte ők alkotják a csapatot, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk felkészülni. Rájuk. Ugye itthon már megmérkőztünk velük, akkor is nagyon küzdős meccs volt, és úgy gondolom, hogy a hibáinkat kell kiküszöbölni, és kevesebb hiba százalékkal játszani, és akkor nem lehet probléma. És hát arról nem beszélve, hogy a Budućnost azért klasszikusan egy nagyon-nagyon kemény, már a durvaság határát is átlépő csapat. Erre kell külön készülni, vagy azért már hozzászoktatok ehhez, hogyha velük játszotok? Igen, ők azért egy sajátos stílus képviselnek védekezésben, de mi ezt már megszoktuk. Tehát ilyenkor már direkt mi is úgy taktikusan készülünk rájuk, hogy azért mi sem hagyjuk magunkat, és azért mi is védekezésbe elővesszük az agresszívabb énünket, és hát természetesen erre is alapozódik majd a mérkőzés, hogy a kipattanó labdákért, a guruló labdákért, hogy megy majd a küzdelem, úgyhogy kélezett meccsre számítok, de remélem, hogy győzelem lesz a vége. És veled kapcsolatban még a napokban a nagy hír, hogy meghívót kaptál a válogatott bő keretében. Mit szóltál hozzá, és mit jelent most ez neked? Igen, nagyon örültem neki. Ugye az előző összetartánoson is már részt vehettem, ami egy extra motiváció, hiszen mindig megtiszteltetés az adott ország válogatottságába szerepelni, és hát nagyon örülök, hogy átestem ezen a tűzkeresztségen, és azon leszek, hogy minél tovább a csapat tagja lehessek.